Jó estét kívánok! Köszöntöm a Tó TV Napvilág című műsorának valamennyi nézőjét. Kérem, tekintsék meg mai hírösszefoglalónk eseményeit röviden. Nyári játékok ezúttal Zichy-Újfaluban. 145 éve született Gártonyi Géza. Közbeszerzési eljárásról döntöttek. Hagyományteremtő nap harmadszor. Hajóztak a díjazottak. Kísértett járás. A hétvégén idei utolsó előtti állomásához érkezett a Velencei Tavi nyári játékok műsor folyama. Ezúttal Zichy-Újfalun szórakoztatták a szervezők változatos programokkal az odalátogatókat. A 8-7-es sorozat utolsó előtti állomásához érkezett a harmadik velencei nyári játékok programsorozata a hétvégén. Ezúttal Zichy-Újfalu volt a helyszíne a háromnapos műsorfolyamnak. A rendezvényt a község polgármestere Füzesiné Kolonics Ilona nyitotta meg. Az elmúlt három év igazolta azt, hogy mi, mint kis település, megálljuk a helyünket, mind a kis térségben, mind pedig azt hiszem az egész országban, hiszen ezelőtt egy órával elkezdtük a megnyitónkat, és látható, hogy mennyi sok tehetséges fiatal él ezen a településen, akiknek ezúton is köszönöm a munkáját. A hangulatot a Zichy-Újfalui Napraforgó Mazsoret csoport műsora alapozta meg. A helyiek büszkék arra, hogy a Zichy-Újfalui lányok 10 éve működő Mazsoret együttese minden jelentősebb velencei tavi rendezvényre meghívást kap, és táncuk minden alkalommal tetszést arat a nézők körében. A programsorozaton a gyerekeket kreatív művészeti műhely várta, ahol elengedhették alkotói fantáziájukat, és képességük szerint bármit alkothattak. Ha elfáradtak, megnézhették az Állatok nyelvén tudó juhász című mesejátékot a Mesekocsi Színház előadásában. A felnőtteket kézműves és kirakodó vásár várta, majd népszerű énekesek, fúvózenekarok és táncosok szórakoztatták a nagyérdemű közönséget. A rendezvény legnagyobb látványosságára szombaton került sor, amikor 50 fiatal lány vonult fel a színpadra menyasszonyi ruhába öltözve, hogy így köszöntsék az Zichy-Újfaluban élő 50 éve egybekelt Kolonics és a Falter házaspárt. A két aranylakodalmas páron kívül egy 62. házassági évfordulóját ünneplő párt is köszönthettek, Kenyér Jánost és feleségét, Fábián Juliannát. Nekik meglepetésként az esküvői képeikből állítottak össze egy kivetített fényképalbumot, melyet a falu apraja nagyjával együtt nézhettek végig. A nyári játékok következő és egyben utolsó állomása Sukoró lesz. 145 éve született hazánk nagy írója Gártonyi Géza. A neves író Agárdi szülőházánál tartottak megemlékezést születésnapja alkalmából. Egri csillagok a bor, a láthatatlan ember csak néhány remek mű, amely Gártonyi Géza keze munkáját dicséri. Az író ebben a házban született 145 évvel ezelőtt. Az elmúlt hétvégén ráemlékezett Gártony városa. Emlékezni jöttünk ma ide, mint minden év augusztus 3-án. Emlékezni és tiszteletet adni településünk legnagyobb szülöttének, Gártonyi Gézának, aki 145 évvel ezelőtt itt, e ház falai között látta meg a napvilágot. Gártonyi Géza szülőháza ma már múzeumként funkcionál. A tavaly évben felújított épület méltó emléket állít az egri csillagok írójának. Minden esztendőben százak zarándokolnak el a nagyszerű irodalmár szülőházához. Gártonyi Géza nevét ma Magyarországon szinte mindenki ismeri. Műveit a világ számos nyelvére lefordították. Az egri csillagok, a láthatatlan ember, az Isten rabjai, a századforduló magyar irodalmának legjobb, ma is élvezettel olvasható alkotásai közé tartoznak. Színművei és novellái érzékletesen idézik, ábrázolják a kort, amelyben élt.
Egri lakóháza, sírja, zarándokhely, szülőházához minden évben gyerekek és felnőttek ezrei látogatnak el. Az ünnepségen zenével és Gárdonyi idézetekkel emlékeztek a város leghíresebb szülöttjére. Az ünnepségre Gárdonyi Géza unokája is ellátogatott, aki az író műveiben megjelenő szellemiségre hívta fel a közönség figyelmét. 145 év után mi marad egy emberből? Azt mondják, ugye, hogy az ember test és lélek. A sírjára az van írva, hogy csak a teste. A lelke, hitem szerint, a mennyben van. A műsor végén a résztvevők megkoszorúzták a Gárdonyi Géza emlékházat. Nyáron sincs szünet. A velencei képviselőtestület minden alkalommal összeül, amikor a város tervezett beruházásaihoz döntésre van szükség. Rövid, de annál fontosabb képviselőtestületi ülést tartottak a velencei városvezetők. A napirenden mindössze 4 pont szerepelt, közöttük a tervezett iskola felújítással és bővítéssel kapcsolatos döntései. Az önkormányzat jelenleg előkészíti a nagyberuházást, ehhez közbeszerzési eljárások sorát kell lebonyolítania, pályázatokat kiírnia. Az egyik feladat a tervek elkészítése, enélkül minden más feladat lehetetlen lenne. Most arról döntöttek a képviselők, hogy a tervező felé garanciát vállal az önkormányzat az elkészített tervek kifizetésére. Ugyancsak közbeszerzési eljárásokról döntöttek a képviselők a Velencei tó kapuja projekttel kapcsolatban. Ezúttal közbeszerzési szakértői pályázatot bíráltak el, és a város választott vezetői döntöttek a projekttel kapcsolatos marketing feladatok ellátására kiírandó közbeszerzési pályázatról is. Mátyás király és Beatrix királynő Dínyésre látogatott. A dínyési baráti kör reneszánsz napján a nagy uralkodó és felesége mellett sok más érdekességgel is találkozhattak a résztvevők. Mintha az idő kereke megfordult volna, zenére vonult be a királyi pár a rendezvényre, igazi reneszánsz hangulatot árasztva. A dínyési baráti kör a reneszánsz év kapcsán rendezett szabadtéri programot. Reneszánsz muzsika, jelmezek és ételek várták a településre érkezőket. A rendezvényt a Fejér megyei Népművészeti Egyesület által szervezett vásár is színesítette. Kézzel készített munkákban gyönyörködhetett a közönség. Volt vásári komédia, és az érdeklődők megismerkedhettek Kinizsi Pál hatalmas erejével is, de a zászlóforgatók produkciójára is sokan voltak kíváncsiak. A délben kezdődő program késő estig tartott, akkor tűzsonglőrök, hastánc és táncház szórakoztatta a dínyési reneszánsz nap közönségét. Hajón kapták a rózsákat. A konyati hajókázásra invitálta a velencei önkormányzat a minősített szálláshelyek tulajdonosait. Mindazok a vállalkozások, amelyek vállalják, hogy egy meglehetősen szigorú bírálóbizottság minősítse tevékenységüket, jutalomként rózsákkal jelzett minősítést és márványtáblát kapnak, amelyet kitehetnek vállalkozásuk portáljára, ezzel is jelezve szolgáltatásukban komolyan veszik az igényességet. A hajó indulását követően Olán és Urányi Ágnes, Velence város polgármestere köszöntötte a meghívott vendégeket, akik egyúttal díjazottjai is a minősítési versenynek. 2002-ben mindössze 10 vettek részt az akkor első ízben meghirdetett helyi minősítési pályázaton. Idén, ahogy tavaly is, 51 vállalkozás vállalta a megmérettetést. Közülük a szálláshely kategóriában a Juventus Hotel nyerte el az 5 rózsás minősítést, míg 8 vállalkozás 4 rózsás, 11 3 rózsás és 3 2 rózsás értékelést kapott.
A vendéglátóhelyek kategóriában a legmagasabb helyi minősítést érdemelte ki a Valcer, István, Orbán, Tekergő és Aranykút étterem. Ebben a kategóriában 4-4 rózsás és 5-3 rózsás minősítés született. Az üzletek kategóriában csak a Smaragd ékszerbolt kapott maximális minősítést. További 2-4 rózsás, 5-3 rózsás és 1-2 rózsás értékelés is született, míg a szolgáltatásoknál nem volt 5 rózsás minősítés, és 4 rózsát is csak 1, míg 3 rózsát 4 pályázó nyert el. Olán és Urányi Ágnes szerint a minősítési rendszer tekintélye a kezdetektől máig nagyot nőtt a szolgáltatók és a szolgáltatások igénybevevői körében. Amikor elindultunk, akkor csak szálláshely kategóriába, és talán évente bővítettük, ma már ott tartunk, hogy van egy egyéb szolgáltatás kategória, hogy az egyedi szolgáltatások, amiből csak egy van a településen, azt is értékelni tudjuk. A díjazottak a minősítési pályázaton való résztvételükért oklevelet vehettek át. A hajózással egybekötött eredményhirdetés a nadabhajó kikötése után közös fotózással ért véget. Kísértett járás volt a Kastély Park színpadon. A Velencei Nyári Zenés Esték színházi programja során bemutatott vidám kísértetről még az is kiderült, hogy nincs egyedül. Mondja csak már a márkáki. Mikor jött rá, hogy ilyen rendkívüli képességekkel rendelkezik? Ó, hát már egészen pici koromban, már a mamám is médium volt, úgyhogy mondhatni, az anyatejjel szívta magamba az egészet. 4 éves koromban volt az első transzom. Egy meghalt feleség, meg még egy meghalt feleség, az tulajdonképpen 2 halott feleséget jelent, meg egy nagyon szomorú özvegyet általában. A darabban azonban 2 kísértett borzolja a kedélyeket. A kísértett feleségek célja közös, magukhoz akarják csábítani egykori férjüket. Volt egyszer egy ember, szakállal volt tender, felmászott a fára, leesett a sárba, kék kutya húzta, harmadik megúzta, a Vidám kísértett című darabot a Bánfalviág International stúdió előadásában láthatták az érdeklődők. Horváth Csaba rendezésében a társulat tagjai léptek színpadra. A Velencei Nyári Zenés Esték előadására sokan voltak kíváncsiak, de a szombatesti szélvihar többeket elriasztott. A Kastély Parkban legközelebb augusztus 9-én lesz előadás, akkor a Cotton Club Singers koncertezik este 8:30-tól. A napvilág végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!